Budakeszi Város Önkormányzata a városi bálok bevételét minden alkalommal egy jótékonysági célra fordítja. A mai bál bevételét a Városközpont fejlesztésére szeretnénk fordítani. Az önkormányzat célja, hogy az egészségügyi, közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátására korszerű feltételek legyenek biztosítva. A bál összetartozás élménye, a mai bál is ez. Hisz közösségerősítő szereppel bír. Az ember minden fontossága ellenére sem minden. A közösség fontosabb nála, mert az hozta létre a nyelvet, a kultúrát, a hitet. Ha az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli azt, és maga is felemelkedik vele együtt. Vannak dolgok, amikről tudni lehet, hogy meg fognak történni a jövőben. Az igazi kihívás az, hogy rájöjj, mi az, ami már most lehetséges, és pontosan hogy lehet végigvinni. Ezt egy interjúban Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója mondta. Az elmúlt években megtapasztaltam azt itt Budakeszin, hogy a közösség motorja a pozitív változásoknak. Látják, hogy mik azok a lépések, amiket már meg lehet tenni a jövőért. Köszönjük szépen ezt önöknek, köszönjük a teremtő erőt és az összefogás élményét. Ilyen közösség élményt jelent egyébként egy-egy bál megszervezése, megrendezése is, melyen például most városfejlesztési célokat, közös álmainkat támogatják. A mai estével városunk új központjának kialakítását segítjük, amely amellett, hogy újabb teret ad az egymással való találkozásnak, szimbolikusan is megjeleníti majd azt a dinamizmust, élni akarást, fejlődni akarást, amit az itt élőket mindig is jellemezte. Hiszem azt, hogy az itt élők szorgalma és kitartása, jobbítási vágya, Budakeszi szépítésének és fejlesztésének közös célja az az erő, ami lehetővé teszi közös álmainknak a megvalósítását. A mai bál ünnep. Ünnepeljük azt, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, hogy ebbe a közösségbe tartozhatunk, hogy hagyományaink és gyökereink egymásba fonódva szilárd alapot adnak számunkra az elinduláshoz, a vándorláshoz és a megérkezéshez is. Ide belépve, ide bejöve, önöket látva, ezt az egész hangulatot, ami áthatja ma itt a művelődési házat, ez lenyűgöző számomra. Tehát az, amikor egy batyús bál van Budakeszin, és ilyen színvonalas előadások eddig, amit én hallottam, gondolom még folytatódik,
ez a műsorfolyam, és itt lenni önökkel, ez mindenképpen egy felemelő érzés. És azt kell mondanom, hogy általában az ilyen bálok, az ilyen összejövetelek, ezek mindig azért fontosak, mert összehoznak olyan embereket, akik hasonló értékrendet vallanak, akik hasonlóan gondolkodnak, akik egy közösséget alkotnak. És tényleg öröm az, hogy itt Budakeszin, és nyugodtan mondhatnám, hogy a választókerületben, vagy itt Buda környékén nagyon-nagyon sok helyen lehet azt tapasztalni ma már, hogy az itt élők igenis súlyt helyeznek arra, fontos számukra, hogy találkozzanak, összejöjjenek, és azokat a, mondjuk ki, polgári értékeket, amelyek meghatározták Magyarország életét hosszú-hosszú éveken keresztül, ezeket valahogy egy kicsit újra élesszük, egy kicsit újra élettel töltsük meg, és azt hiszem, hogy ha ez továbbra is így marad, sőt, egyre többen és többen leszünk, és egyre több és több fiatal arcot lehet itt látni, akkor jó úton járunk. Én ehhez kívánok önöknek nagyon jó szórakozást a ma estére, és kívánom azt, hogy jövőre és azután is ugyanilyen sokan legyünk itt, ugyanilyen jó hangulatban, és ugyanilyen elegánsan, ahogy itt körbenézek mindenki. Ez különösen a hölgyek. Drága kincsem, galambocskám, csikóvőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, 100 leányért nem cselérlek. Megvidító orcácskádat, csókra termett kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsiét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, alhé nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondám kié. Szép a hajad, szép szálla is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőtvuk lia. Édes a te danolásod, érceforma kotyogásod, kikottyod innepjének, bús szívemnek szegénykének. A bánatim közlöm véled, egy szódra lelkem megéled. A jó kedvem csucsorodik, általad megszaporodik, mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak. És mikor a hévnyár lankasz, nékem te fel, megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, beóhajtlak, besíratlak, s a képed kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak útamban, téged ölellek ágyamban. S valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt be sokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is, csak megint sem, együtt hálunk újé kincsem. Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorban, a kuckóban, tele borral. Bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat, zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem idestova elvisz a Szent Mihálylova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, amit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél. Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom, érted, adom ezt is, tubám, csak a száthoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek. Testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Útas, köszönj rám egy pint bort. Itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikóvőrös kulacsával. Ha meghalok ürmös borba, te mesetek, a nagy hordóval egy sorba tegyetek.
fejem fölé ültessetek szőlőfákot. A hasamra tegyetek egy nyomózsákot. Fejem fölé ültessetek szőlőfákot. A hasamra tegyetek egy nyomózsákot. Thank you.
Sárik Péter mellette. Sárik Péter! Ez itt a beköszönő blues, a beköszönő blues, yeah. A Budakeszin a Vadaspark után egy olyan 600 méterre. Nemrég a múlt héten láttam a tévében, új állatok lettek vásárolva a Budakeszi Vadasparkban. Néhány medvét láttam ottan, ez rímel, sokat dolgoztam a szöveget, meg láttam néhány farkas állatot is. Azért mondom, hogy farkas állat, mert nem farkas ember volt ő. A medvék mögött néha átszaladt egy farkas állat, gyönyörű farkas állat. Ottan volt a medve, gyönyörű, nem is egy. Meg néhány vaddisznó is volt ottan. Meg a dán vadak között a szarvas, a zűz meg a szarvas is volt, yeah. Meg ott volt egy nagy bagoly, egy őrületes sasmadár, meg róka is volt ottan a Budakeszi Vadasparkban. És ezt a televízióban láttam a múlt héten egyik este. Sárik Péter zongorázik, még nem mondtam. Hölgyeim és uraim, Sárik Péter zongorázik. Néha be kell mutatni a zenekart. Ezen a hangszeren játszik a minord, a minord, a minord, a minord, a minord, a minord.